Az előírtnál jóval később vettek vért, és hiányosan töltötték ki a vizsgálati jegyzőkönyvet azok az orvosok, akik a kórház baleseti sebészetén először találkoztak Éva Rezesovával a négy ember halálát okozó baleset után. A mai tárgyalási napon orvosokat és egy mentőst hallgattak meg, akik a baleset után a nőt kezelték. Ekkor a rendőrjárőr jelezte, hogy van még egy sérült az ő autójában, akinek a szondája pozitívan elszíneződött. Így emlékszik Rezesovával kapcsolatban annak a mentőegységnek a vezetője, amely elsőként ért ki a helyszínre. Ő a vizsgálati jelentésében azt írta, hogy a nő lehellete aromás, de ez szerinte sok mindent jelenthet, akár azt is, hogy cukorkát evett. Az eszméletvesztésre ugye mindenféleképpen rá kell kérdeznünk, a hölgy azt mondta, nem emlékszik, hogyan történt, a baleset hogyan következett be, utána azt mondta, hogy nem érti, hogy hogyan történt, és ami megmaradt még, hogy a gyermekeit emlegette. Adminisztratív és informatikai rögzítés. Bár a kórházi orvosok nem látták egyértelműen ittasnak, a szakértői jelentésből is kiderül, a minták szerint 1,25 ezrelék alkohol volt Rezesová vérében, ami közepes alkoholos befolyásoltságot jelent. Rezesová azt állította, hogy előző nap délben ivott utoljára egy kevés alkoholt, ezt követően csak a baleset után húzta meg a vodkás üveget. Hogy ez így volt-e, azt a kórházi vérvizsgálat deríthette volna ki. 6 óra 8 perckor. Dokumentáltan, tehát a kórház által és ön által aláírt látlelet és vélemény szerint beérkezik az intézménybe a vádlott, és azt is meg tudjuk állapítani, az első mintavétel, a vér levétele 6 óra 40 perckor történik. Lehetséges. Mi a késlekedésnek, vagy a látszólagos késlekedésnek, ennek a több mint 30 perces, fél órás időkülönbözetnek az oka? Nagy valószínűséggel az lehet az oka ennek, hogy a beteg beérkezés követően a röntgen vizsgálatra el lett küldve, készült neki egy kopony a röntgen, és a visszaérkezés követően történhetett valószínűleg a vérvételen. Pedig lehet, hogy még magasabb lett volna az érték, ha előbb leveszik a vért. A szakmai protokoll szerint is rögtön meg kellett volna ezt tenni. Ráadásul a vizeletmintát is csak jóval később vették le. Ezután pedig már nem is volt alkoholszagú Rezesová lehellete. Újabb vizsgálatok és vérvétel következett, de azt már egy másik orvos végezte. Itt azt látjuk, hogy nincs kitöltve. Ő a vizsgálati jegyzőkönyvet igencsak hiányosan töltötte ki, és nem is tudta egyértelműen megmondani, hogy megvizsgálta-e a vádlottat. Többször is azt mondta, hogy a környezetétől, azaz az ápolóktól hallottak, és a korábbi orvos által készített vizsgálat alapján töltötte ki a jegyzőkönyvet. Továbbra is kérdés egyelőre, hogy közvetlenül a baleset után, vagy még előtte ivott-e Rezesová. Mint hogy az orvos szakértő sem tudta egyértelműen a választ, noha elemezték a kórházi vizsgálatokat, a bíró további szakértői vizsgálatokat lát indokoltnak ennek a kiderítésére.